Hát mások mondják, ugye, tehát, hogy letisztultak a formák, meg én is törekszem arra, hogy kevesebbel sokat fejezzek ki. Ez egy nehéz tanulás, hogy nem túlrajzolni a szöveget, hanem sokkal kevesebb ábrázolással mégis sokkal többet mondani, vagy még azt is elmondani, ami a szövegben is csak utalva van, tehát az érzelmek, hogy fájdalom, a félelem, ha nincs is leírva, de tudjuk, hogy arról szól a szöveg, és akkor azt is ábrázolni valahogy, ez egy nehezebb része. Inspirálódni képzőművészetből szeretek, szobrászat, festészet, építészet, az sokkal nagyobbat ad. Igazából mások munkáit is meg szoktam nézni, de azt nem inspirációként, az nagyon káros, mert tudat alatt is esetleg valamit hasonlót vagy hat rám, és az, tehát munka előtt nem is igazából szabad más illusztrátorok munkáját nézegetni, hogy sőt, ha például megjelent az a szöveg, mondjuk van például Hári Jánosnál, az elég nehéz dologban volt, mert egy ilyen nagyon ismert történetet illusztrálni úgy, hogy újat mondjál, amikor már mindenkinek van egy sémája már róla, egy ismert történet, ismert képekkel, és nagyon nehéz volt nekem arra rángolódni, hogy akkor valami valahogy másképp fogjam meg, mint a szokványos. A diafilm rajzolás sokkal másabb, méghozzá azért, mert meghatározott kockákra föl van osztva az egész szöveg, és minden szöveg alatt egy koncentrált esemény történik. És ezért nagyon fontos, hogy minden kocka érdekes legyen, és nagyon jól fókuszáljon a szövegre. Szóval az a kép, az egy nagyon eseménydús részletet dolgozom föl a szövegből. Míg a könyvben például ott lehetőség van, hogy több, hát eleve több képre is lehetőség van, nagyobb, ugye eleve a szövegmennyisége nagyobb sokkal, és ott lehetőség van, hogy ilyen kis hát úgymond töltelékrajzok, vagy kisebb jelképrajzok is készüljenek. Most a diafilmnél nincs ilyen, mert minden kockának tényleg nagyon izgalmasnak kell lenni, hogy érdekes legyen. Én egyetlen egy diafilmet illusztráltam, ez volt az első. Nagyon örültem neki, mert hogy ugye a munkáimhoz képest izgalmas volt, hogy hú, hát diafilm, meg egyébként is vannak emlékeim, a gyerekem ugye itt ül mellettem, és nem tudom, hogy emlékszik-e rá, de remélem, hogy nagy diafilmesek voltunk, rengeteg diafilmünk van. Én annak idején megvásároltam az összes diafilmet, ami akkor föllelhető volt, és még ma is megvannak, és nagyon szerettük. Pedig akkor jött divatba ez a nagy VHS kazetta, Disney világ, szóval nagyon sok ugye, rajzfilm, de a gyerekek nagyon szerették, mert egy olyan varázsa van, ami nincsen a televíziónak, meg semminek, mert ugye a család együtt van, közösen készülnek hozzá, lassan ugye megy a film, tehát nem egy olyan gyors cselekmény, hanem van idő arra, hogy a gyerekek feldolgozzák, beszéljenek, visszatekerjük. Tehát egy olyan hangulata van, ami semmi nem pótol szerintem. Tehát, hogy, és azt láttam egyébként, hogy most újra a reneszánsza van a diafilmnek, mert volt egy kis idő talán, amíg annyira úgy nem. És ez nagyon jó dolog, mert szerintem nagyon különleges, tehát sok más szempontból is pozitív hatása van a diafilmnek. Pszichológiailag is, családilag is, mert a családot tényleg így összekovácsolja, és hát egy kultúrát közvetít irodalmi alkotások révén, ugye. És hát képzőművészetileg is, tehát esztétikailag is egy olyan érték szerintem, ami mindenképp pótolhatatlan, meg tényleg egy nagyon minőségi időtöltés.